legkisebb kiszabható összeg az 6500 forint, ezt tudom meg felállni, ezt 30 napon belül postán kell lefizetni, csak a töltök ki volna. Jó? 50 helyett 61 km/órás sebességgel közlekedett Nyíregyházán az Orosi úton ennek a fehér autónak a tulajdonosa, helyszíni bírságot kapott. A szokottnál is gyakrabban és több helyen vetik be a trafipaxokat, a héten a rendőrök egy európai akció keretében annak érdekében, hogy kiszűrjék a gyorshajtókat. Hétvégén pedig olyan helyeken fognak ellenőrizni, amelyeket kifejezetten a lakosok kértek, így nem csak a korábban megszokott pontokon kell és érdemes betartani a megengedett sebességet. A vármegyei rendőrfőkapitánysághoz csak nem 200 javaslat érkezett. A Roadpol keretében a Speed sebességellenőrzési hetet tartjuk. Itt az éves ütemterv alapján Magyarország is csatlakozott hozzá, mint korábbi más hasonló végrehajtású fokozott ellenőrzéshez. Ennek az a lényege gyakorlatilag, hogy hétfőtől vasárnapig tart a sebességellenőrző hetünk, ami egy fokozott ellenőrzés jelent. A hétköznapokon felül is még aktívabban intézkednek a kollégánk a gyorshajtókkal, illetve a sebességet túllépőkkel szemben. A Speed maraton az pedig péntek reggel 6 órától szombat reggel 6 óráig fog tartani. Ez egy 24 órás ellenőrzés, amikor ugyanúgy a általunk használt eszközöket, technikai eszközöket használjuk a sebességellenőrzésre, mert próbáljuk még hatékonyabban visszaszorítani a sebességet túllépőket, illetve velük levő intézkedéseket. Az elsőbség megnemadása és a gyorshajtás, ez a két legfőbb kiváltóka a közlekedési baleseteknek, az idei évben pedig ezekből az átlagosnál is jelentősen több volt. Az elmúlt napokban ugyan még kirívó sebesség túlépést nem regisztráltak a vármegyében, de sokakat büntettek. Sajnos a statisztikákból adódóan a fő baleseti okunk az egyike a sebesség túlépés, ami azt jelenti, hogy az elsőség megnemadása mellett a sebesség túlépéséből következnek be legtöbb esetben a közlekedési baleseteink bármegye szinten, de akár ez országos szinten is említhetem. A pénteki Speed maratonhoz kapcsolódóan a rendőrség azt közölte, az elmúlt években az ellenőrzött sofőrök 95%-a betartotta a sebességhatárokat az akció napján.